És akkor közben megérkeztünk a Gyöngyösi utcára. Hát így néz ki az alagút, Újpest városkapu felől. Ott vannak a kijáratok, de ugyanúgy szélsőfelvonás megálló van. Viszont itt a dizájn az nagyban változott ezekkel a kék csíkokkal, amit korábban ilyen kis pöttyök voltak végig. Ha úgy sütünk, akkor nézzük meg ezt a... Ja, az a Dunaplázai átjáró. Hát ez az. Leszünk fel, akkor ezt nézzük meg, úgyis itt vagyunk. Jól emlékszem akkor, amikor itt volt a felújítás előtt egy pár pazdi darab, tehát valószínűleg azok tűntek el innen. Úgyhogy az jó ötlet volt akkor lefotózni. És hát akkor is itt van a... Vagy nem is, az itt volt a pazdi. Hát most ez van helyette. Ha és itt van egy átjáró, a másik... Ja, a másikben az itt át lehet menni. Na mindegy, hát akkor... Nézzük meg most ezt a... És akkor meg lehet nézni egy úttal ott a felszín itt. És van a két másik oldalt is kijárat a felszín fele. Úgyhogy végülis nem olyan rosszabb. Aha, és itt is van még egy. Ezeket úgy tették oda, ahol korábban is volt. Forgács utcán emlékszem, hogy ja, ott egy szem volt. És ott még arra is emlékszem, hogy hol. Na, arra kíváncsi leszek, hogy megvan-e még, bár úgy hallottam, hogy nincs. És ez pedig a kiállat a felszín fele. Mindjárt megnézzük. És látjátok, hogy kijöttünk a felszínre, ott van szemben a Dunapláza, ahova külön az alsó szintjére be lehet menni közvetlenül a metróból. És itt a Rigó busz. Yeah, hoppá. És itt a Váci-n mentek a metrópótlóbuszok. Most már érezhetően kisebb a forgalom, hogy nem megy el fél percenként egy busz. Így néz ki a Gyöngyösi utca. Hát itt sok minden nem változott. De majd mindjárt akkor megnézem a másik lejáratot. Ez pedig a Rigós busz, ezt azóta is meghagyták ezt a dizájnba. Ez volt a legelső, amiben felszerelték ezt az jegyrendszerhez kapcsolódó készülékre, stb. Hát azóta a Rigó projekt sehol nem halad, vagy inkább visszafele, mint előre. De ez a busz, ez még megvan. És ide épült ki a lift. Ahogy látjátok, két lift. Azaz, ezek működnek is, de majd ki fogom próbálni. És itt pedig a hagyományos lejáró. Ott van a két metrószellőző is megmaradt itt. Akkor hajrá. És szerintem, ja és igen, és itt is át lehet menni a túloldalra, és ott is ott vannak a liftek. A liftek ugyanolyan gyártásúak mindenhol. Bimban. Ja, az itt nincs. Igen, és itt csak két végállomás van. És sok ilyen liftben egyébként úgy van, hogy ha nem nyomok gombot, akkor a vezérlő előbb-utóbb magától is rájön, hogy a kettő közül a másikba szeretnék menni, és elindul. Hát itt úgy látszik, ez a funkció nincs meg. Ezeket az új székeket nézzétek. Ez ma az új dizájnhoz élik, és ez a falon is ezek a régi pöttyös eltűntek, helyette ezek a kék csíkok vannak. És mindjárt jön egy panda. Nézzétek. Itt ez az új dizájn. Na itt viszont jelentősen megváltozott. És itt városkapuhoz, meg Újpest központhoz képest itt legalább valami egyedire törekedtek. Mert a városkap meg Újpest központ az irányítésre így teljesen egyforma volt új dizájn tekintetében. Itt legalább ezzel a két csíkkal valamit próbáltak javítani. Na kíváncsi vagyok, a Forgács utca milyen lesz. De mondjuk egyébként nekem tetszik, nincs az esemény, igaz, hogy még a kék a kedvenc színem, de hát nem tudom, hogy eleve, hogy ez, csodálkoznék, ha nem tetszene, de
És itt még a régi. Tehát ez hogy az a régi ezért dizájn és az a más néptár. Viszont mellette ott már az új van. Jön a következő panda. Akkor nézzünk tovább, na is. Ja, egyébként igen, azt eddig még nem mondtam, de hogy itt vannak, tehát építettek vezetősávokat, tehát az vakoknak jó, hogy ez így, ez ilyen tetelő, hogy tudják, hogy merre kell menni. Ezt így ugye, hogy mondjam, nyilván gondolom, ott valaki lehet tapint, vagy hát így lehet érzékelni, hogy merre vezet az út. És itt a vége. És akkor át lehet menni a Duna Plaza fele, amerről jöttem. És akkor ezt ne csinálják ki utána. Mindegy, ezt is kell megpróbálni. És akkor itt van a Gyöngyösi utcának a másik lejárata, kifele. Liftek. Most a liftet nem próbálom ki, biztos működik, eddig mindegyik működött. És itt a lift. És a másik volt a ligajára. Azt nézzétek ott a kontroll. És itt vagyunk a peron másik helyen.